Sziasztok, sziasztok, Ádám vagyok, egy újabb játékkal jelentkezek nektek, ez pedig nem más, mint a BeamNG Drive, ami tulajdonképpen egy ilyen autótörő szimulátor játék, vagyis ilyen törésteszt igazából, és nézzük is bele a játékba, vannak kampányok, szenáriók, free roamok, most kezdetben a free roamot akarom megmutatni, nektek azon belül tudom is, hogy melyik pályát, de egyébként látjátok, van itt egy jó pár pálya, és van itt hegy, meg garázs, meg hegyes, erdős, kikötős, és stb. Na és én ezt a mapot szeretném itt nektek megmutatni, ami a grid map, egy ilyen lecsupaszított map igazából, egy ilyen kockás füzethez hasonlít, és vannak rajta különböző ilyen alapobjektumok. Na, és akkor nézzük is bele. Látjátok, itt azért lehet csinálni dolgokat, nézeteket váltani, meg mozogni, meg izé. De nem is ez a lényege, hanem a maga a törés szimulációja a játéknak. Na, és igazából egyetlen egy bajom a játékkal az, hogy nagyon hosszú a betöltési ideje, úgyhogy a videót akkor is kezdhettem volna, ha már betöltött a pálya. Aztán miután ezt megtettük, miután ezt a pályát így nagyjából kifirtattuk, utána áttérünk a szenárióra is. Na és akkor nézzük, látjátok, van egy ilyen alapkocsink, amit persze lehet változtatni, látjátok, itt van a kocsinak az alaprajza, a zöld az azt jelenti, hogy teljesen jó állapotban van, a piros az, hogy hát eléggé sérült, meg azért, meg ezek a dolgok le is szoktak szakadni az autóról. Na és akkor látjátok itt a... hát mérföld per óra, nem kilométer, és akkor nézzük meg az első dolgot. Ez a lengés csillapító teszt. Kicsit hangos a játék, szerintem. Ez mondjuk még nem egy olyan nagy szám volt, de mindjárt mutatok még egy jó pár dolgot, meg látjátok itt a pályán, hogy azért nem kevés dolog van. Na és akkor nézzük az első dolgot, ami így nagyjából előttünk van. Még egyelőre nem akarom lesebződtetni a járművet, hanem előbb kipróbáljuk ezeket a dolgokat. Na, például ezt a földet. Ilyen száraz földszerű dolog. Ezen egész simán megy a jármű, itt nincs is nagyon mit nézni. Aztán következő ez a fű, vagy valamilyen füves terep. Itt már látszik, hogy azért, hogy mozgolódik, meg belesüllyed, de még itt is jól bírja az iramot. Igen. A következő pedig a... ez a sár, de ez hát... bele is mehetnék jó, nagyon, csak látjátok, mennyire lelassítja. Hát... ilyen a játékban ez a sár effekt, meg ez a sárba menés. Kipróbáltam egy másik járművel, és abba teljesen beleragadt, szóval hát nem egy könnyű dolog ezen menni, és a homok az még gázabb. Hát most nézzétek meg, most ezzel a járművel egész könnyű ebben menni, sőt még azért hát látszik, hogy bele is süllyed, meg lelassul, de ennél a járművénél ez teljesen jól működik. Na és akkor következő dolog az a víz lesz. És látjátok, már a motorja az füstöl, és ott látjátok, hogy a engine az mennyire bírja, és most már teljesen meg is állt, nem tud előrébb menni, nagyon benne van a víz, és egyszerűen nem lehet ezzel tovább. Na akkor nézzük is a következő dolgot. A konfigurációnál itt lehet, mutatom, hogy milyen sok járműt lehet itt választani. Ez volt a D-széria, és nézzetek meg, hogy van itt azért egy jó pár autó, és sok különböző kamion van, puttonyos kocsi van, van még ez a Olaszországban ez a háromkerekű jármű, sportkocsik vannak, ilyen átlagos kocsik, meg oldtimer kocsik, meg ezé, és vannak ilyen különböző elhelyezett tárgyak, amivel különböző dolgokat lehet tenni.
Na, jól van, akkor szerintem válaszunk is mondjuk egy, hát egy ilyen átlagosabb, mondjuk ez a Ibisu Peshima, ez tökéletes lesz a feladatra, ugyanis hát csak simán menni fogunk, és látjátok, hogy van Span New, az mellé spannoltat egy másikat, illetve újra lehet helyezni. Most én azért választom az újra lehelyezést, mert a előbb-utóbb nagyon be fog laggolni. Ennyi kellett neki, hogy leblokkoljon a motor. Na, akkor még egyszer leszpannoltatjuk. Vagyis nem, még egyszer, most spanyúra nyomtam, úgyhogy még egyet spannoltatunk le, és látjátok, hogy most egy ugyanilyen leszpannolt, és akkor... Na itt azért már nem olyan könnyen bírja itt a dolgot. Direkt nem egy ilyen puttonyos autót, meg gyors kocsit akartam, hanem egy ilyen normálisabb autót, bár ez is egy elég... nem olyan könnyen irányítható, és akkor az utolsó terepünk, ami maradt, az pedig hát szerintem ez valami jég dolog lehet. Bár nem nagyon csúszik. Nem hiszem. Ez nem tudom mi akar lenni. Ha gondoljátok, írjátok meg. Na és akkor nézzünk egy másik pályát. Mik vannak még itt, menjünk arra. Valami ugratót ki szeretnék próbálni. Igazából szerintem valahol itt kéne lenni egy ugratónak. Csak találunk egyet. Na és ott van egy ugrató. Próbáljuk meg elérni. Bár így nem fogok rámenni. Na és akkor ezt a töréstesztet figyelj. De ez nagyon hangos volt. Lehet, hogy hallkapra kellett volna állítani. És nézzetek meg, hogy törik itt a kocsink. Nos, le is szakadt majdnem az első lökhárítója, meg a hátsó is. És nézzétek, itt sebződött itt a... Ez nem tudom, hogy ez most az első vagy hátsó tengely. Gondolom a üzemanyagtartály ez elő van. Az... Ja, nem, az engine van elő, az üzemanyagtartály hátul, és ez az első része, vagyis... Ha jól gondolom, akkor ez a része sérült meg. Illetve a hűtője sérült meg. De az látszik is egyébként, hiszen itt gőzölök. Na, akkor spannoltassunk egy új járművet, ami nem más, mint mindjárt kitalálom. Legyen mondjuk egy ilyen roamer, ez valami jeep-szerű. Ó, legyen egy ilyen rendőrség, ez mit szólnátok hozzá? Ez a replace, mert akkor nem fog... Hogyha sok jármű, ezt már mondtam, de hogy sok járművet spannoltatunk, vagy hát sok objektumot spannoltatunk, akkor nehezebben bírja a játék, és durvábban kezd laggolni. Na és akkor valahol itt láttam egy ilyen simább ugratót. Aha, ez az, csak kicsit menjünk hátrébb. Itt az már érezhető volt ez a visszapattanás. És ugye most már a... Ez olyan... Minek lökhárítórács imbolyok kicsit azért, mert ugye neki mentünk az előbb a cucca. Na és akkor... Jó, és akkor neki futás. Kicsit nehezen vált a... Hát az összes jármű nehezen vált kicsit, úgyhogy... Ezekkel kicsit gond lesz, de... És nézzetek, ugratás... És most nem nagyon sérült meg... Hát a radiátor damage... A hűtője az megsérült kicsit, meg ugye látszik is rajta, de... De egyébként semmi gond nincsen, nézzük már meg, hogy mi van itt. Valami... És még mindig megy, nézzétek, már alul le is szakadt az a cucc, nem tudom mi az. Ilyen fellépőszerű. Na, itt is van valami. Próbáljuk ezt is ki. Fedezzük fel a mappot meg igazából. Igazából ennek a játéknak az a lényeg, hogy járműket töregessük, szóval ezt is kéne csinálni.
hangos. Főleg amikor üveget törünk, és hogy pörkölődik. És feljel is át. Na. Hoppá, nem ezt akartam nyomni. Konfiguráció. És akkor váltsunk egy másik járműre. Ami... Mi legyen a következő járművünk? Legyen egy ilyen kombi szerintem. Nem rossz. És milyen színben legyen? Legyen mondjuk egy ilyen... Nem rendőrös, de mondjuk egy ilyen sötétkék az nem csúnya. És akkor már, ha itt vagyunk, spannoltassunk egy újat. Ment, igen. Na. És egy pillanatra láttuk az egész mappot. Ami persze nem sokat számít, de... Hát nem tudom erre, hogyan fogunk itt elkapaszkodni. Ez eléggé érdekes, várjunk. Nem tudom, hogy van-e valami gyors gombja a spannoltatásnak, de... Nem tudom, hogy kéne felmenni, szerintetek. Itt nincs olyan alacsony. Hát a bent van, de ott nem lehet bemenni. Vagy a szerintetek ott másik oldalán is van ilyen? Na, mindjárt megnézem. Na. Most egyébként a tolatást nyomom, csak nem egyszerűen, nagyon lassan vált. Amit nem egészen értek itt a játékban, na most egész jó volt. Nem ezt akartam nyomni. De egyébként már érezhető az autó, hogy húz nagyon. Na, jó van. Akkor spanoltassunk megint egy új járművet. Jó van, most már a töréstestet is kipróbáljuk, nem csak a térképet nézegetjük. Úgyhogy most kéne egy... valami kis, hát nem sportos kocsit, hanem... mindjárt megnézem, mik vannak itt. Miket lehet választani. Hát igazából nincs olyan, ami nagyon kéne. Kicsit hasonlít a Suzuki-ra, nem tudom. Legyen egy ilyen, mit szóltok hozzá? Szerintem ez egy ilyen sportkocsi, úgyhogy gyorsan fog menni. De igazából nem nagyon akarok száguldani. Csak az a lényeg, hogy legyen mivel menni, meg új járműveket is próbáljunk ki. Na, mi van már? Várjátok. Ezt nem egészen értettem, hogy ez hogy van. Na várjátok, akkor újra helyezzük. Szerintem ez van bug volt. Nem. Hát ez így egy fog maradni. Akkor várjátok, tabba lehet váltani járművet, akkor... Akkor nem ez. R betűvel, igen. És akkor nem tudom, hogyan kell kitörölni a járműveket, szóval verünk delette, az nem működik. Akkor nem. És nézzünk egy másik járművet, ez nekem annyira nem jön be. Akkor maradjunk az eredeti tervnél, annál a sportkocsinál, ha esetleg úgy gondolja a játék, hogy betöltene. És nem tudom, hogy a háttérben mit csinál ez a rendőrautó. Na. Replace. Na. Jó. És akkor... Szerintem itt ez azért fog menni. Elég rendesen. Várunk, akkor ugrassunk már itt. Nem tudom, hogy... Hát szerintem ez nem fog nagyon működni így. Bár lehet, hogy átugratunk. Bár akkor nagyobbat kellett volna ugye ugratnunk. Na ugye, nézzétek, ott van a vége. Akkor spannoltassuk újra, és... Szerintem akkor...
apró, akkor nézzünk már egy töréstesztet, mert igazából nagyon nem csináltunk semmi olyan dolgot, ami ezt mutatná, úgyhogy valami kis tárgynak neki kéne ütközni, ami ugye egy kockának, nézzétek, ott vannak a kockák. Igen, ezt nem szeretem, hogy ez ki szokott nagyon csúszni. Na, ezt figyeljétek, na ez... Ez azért rendesen neki ment. És akárhogy próbálgatom, itt nem működik. És nézzétek, teljesen a... bal eleje teljesen tropára ment. Na szóval azért nem egy rossz játék, hogy meglássuk. Vagy mi van? Újrahelyezem. Csak most pirosban. Reméljük nem maradott akadásban. Aha, jó van. Csak kicsit a lökháriottója az leszakadt. Ez van BMW-szerű, lehet van BMW Z4 vagy valami ilyesmi. Na és akkor kicsit távolabb menjük, és ó, nézzétek, ott vannak az ugratók. Kipróbáljuk, csak előbb nekem megyek egy kockának. Na, benne lett. Na várjatok, akkor megint leszpannoltatjuk ezt újra. Haj. Kicsit időigényes ez azért, de... Na? Szerintem... Jó, most működik. Na és akkor próbáljuk ki, legalább a kicsi ugraton ugrassunk fel, csak ugrassunk fel az a lényeg. Vagy ha már itt vagyunk, akkor a nagyot is kipróbálhatnánk. Á, ez nem működött, és... Oh. És nézzétek, elhagytuk a első lökhárítót. És nézzétek, azt a kereket is elhagytuk. Többi az megvan. Hol vannak az alkatrészek? Ott a hátsó, vagy első lökhárító. Kereket nem is látom. Szerintem az valahol ja, ott van. Na, jó van, akkor szerintem ezt a mappot így nagyjából kifirtattuk. Szerintem lépjünk át egy másik mapra. Itt van Free Roam. Ja, azt ígértem egyébként, hogy szenáriót fogunk tolni, nos, ezt meg is teszem. És ahogy nézzétek meg, van azért itt, azért jó sok pálya van, hogy mit ne mondjak. Vannak itt ilyen arénák, meg körversenyek, hát vannak versenyek is egyébként, meg vannak ilyen challenge-ek. De egyébként sok minden van. Úgyhogy mit is próbáljunk ki, nézzük meg. Mondjuk mi legyen. Hát nézzünk egy ilyen jumpot, mit szóltok hozzá. Az nekünk úgy sem megy, úgyhogy ezt kipróbálhatnánk. Na, mit szóltok ez a játékhoz? Hát eléggé... Hát nem tudom, mit kéne ehhez mondani. Igazából ehhez hasonló játékot még sose láttam, ilyen autótörő szimulátor játékot. Még nem nagyon néztem meg, úgyhogy nem tudok egyszerre mit mondani rá. Egyébként szépen le vannak animálva ezek a törések, úgyhogy nem nagyon panaszkodok a játékra.
Na, úgy hallom, mindjárt be fog tölteni. Nagyon remélem. És nem fog ilyen crash-elni, meg hasonlók. Úgyhogy remélem menni fogja. Ja, meg az előbb ezelőtt, a videó előtt még egy door kickerst is nyomtam, egy olyan gameplayt, úgyhogy ha előbb kerül fel ez a rész, akkor előre elárultam, hogy majd az a olyan játék is lesz, bár nem nagyon kértétek, meg nem biztos, hogy ismeritek. Na, és akkor ugorjunk keresztül, vagy mi a... Ugorjunk a platformokon át, vagy valami ilyesmi volt. Na. Ez jó hangos. Hát egy kicsit lejjebb kellett volna halkítanom. És van 5 checkpoint. Úgy nézem, hogy itt kell átugratni. És fék. És erre kéne menni. Hoppá. Lecsúszunk. Nem csúszunk le. Csak óvatosan. Remélem ez nem időre megy, bár ott van mondjuk az idő cucc. Kicsit rágyorsítunk és... Ó, és pont átfértünk rajta. Szerintem nem egészen így kellett volna ezt tölteni, és... Kigyulladt a motor, azt figyeljétek már. Vagy valami gyúl... Ó, ott ég valami. Nem lehet jobban oda zoomolni, de... Aha, már égés hang is van. Jó van. Várjátok, egy hangot azért... opciók... Egy hangot azért kéne állítani, mert ez kicsit hangos nekem. Hát persze... Körülbelül ennyi. Mondjuk mindent 50-esre. Jó. Akkor így nagyjából az ennyi. És hogy kell, erre kell restartolni. Jó, és akkor nézzük meg még egyszer. Most már tudjuk nagyjából a pályát. Úgyhogy... Egyébként nem tudom, hogy itt ön belül kell-e ezt megcsinálva, csak a checkpointokat kell teljesíteni. Szerintem csak a checkpointokat kell teljesíteni. Majd kiderül. És fék. Nem nagyon kéne itt leesni. Na, tolatás. Jó. Ezzel megy egyébként el az idő, nem tudom, hogy kell, mivel automatára tettem a játékot, ezért nem tudom, hogy hogyan kell váltani. Viszont itt minden esetre gyorsan kell menni. Ezt nem tudom, hogy hogyan kellett volna. És megint. Na akkor... Még egyszer utoljára, 3 a magyar igazság, úgyhogy még egyszer utoljára ezt megpróbálom, ezt a pályát. Ha nem sikerül, akkor nem sikerül, majd legközelebb, és akkor nézzük egy másik pályát. Mi az 0/5? Hát, hogyha adtunk ki checkpointot, ha meg kijelölt úton mentünk. Várjatok, ezt nem egészen értettem. Szerintem valami bug volt. Mert átmentünk az első checkpointon. Mert a második checkpointot már nem is mutatta. Vagy hát csak az, hogy ilyen átlátszóan mutatta, de... De mintha nem érzékelte volna, nem tudom. Na most érzékelte. Most ezt is érzékelte. Fék. Na. Igen, mondom, ezzel megy az idő, mert nem, egyszerűen nem akar tolatni. Na, most végre, most. Na. Gáz. És... Jó. Megpróbálom már a kanyarba sebességbe tenni, hogy talán így elég lesz, és...
És igen. Yeah. Végre. Megcsináltuk. 50,56 másodperc alatt. Ó, első. Első lett. Elsőek lettünk, bár nem volt ellenfelünk, úgyhogy. Úgyhogy ez ennyire nem volt újdonság. Na, és akkor nézzük meg. Nézzünk még egy pályát. És akkor szerintem elbúcsúzok, mert elég sokat, elég sokáig már elhúztam itt az időt. Mi legyen? Hát nem tudom, egy ilyen rövidebbet szeretnék, csak nem tudom. Mondjuk egy ilyen közepes. Nem tudom, nézzük meg, három kerekű kocsival kell menni. Kíváncsi vagyok rá. Szerintem nem fogjuk megcsinálni, bár kipróbálom, hogy ez hogy fog működni. Na. Lassan betölt. És ahogy nézem, egyébként ilyen betonkeverős kocsikkal is lehet majd menni. Úgyhogy majd olyat is fogunk csinálni. Persze, hogyha akarjátok, hogy legyen ebből még rész. Egész érdekes kis játék egyébként. Én meg kell mondanom, nekem eléggé tetszik. De hogyha mondjátok, hogy ne legyen belőle gameplay, akkor persze nem lesz. Majd én játszok úgy magammal. De ha gondoljátok, akkor lehet belőle még egy rész. Na. Most sem be kéne töltenie. Mi az? Mit mondtam? Tudod-e, hogy a vezetés és a tűz. Mi? Jó, nem mondtam semmit. Ctrl-E. Valami járművet lehet választani. No, kaptunk egy ilyen kis sárga Pigeonnak hívják. Aha. Jó van, és mi van itt? Valami mély vizeken kell átmenni túl hosszan, de hogy ne legyen az engine-nek semmi baj, annak majd kiderül. 11 checkpoint van, és nézzük már meg ezt a járművet, nekem érdekel. Aha, ez ilyen kis, ez a, tudjátok, ez a borulós kocsi, tudjátok, hogy egy oldalra dől, és így elborul, ez nagyon könnyű. Aha, szóval ennek az a lényege, hogy át kell menni úgy a vizeken, hogy ne legyen semmi baj ennek a radiátornak, vagy ez a hűtőnek. Na, akkor következő. Hogy a vizeken kell átmenni. Csak óvatosan. Csak az a lényeg, hogy ne fulladjon le a motor, különben kezdheted újra az egészet. Na, várjatok. Ezen a kis vékony cuccon kell átmenni, de úgy, hogy ne boruljunk fel. És elfogadta? Aha, elfogadta, mert most már három van. Nézzünk körül. Aha, most másik irányba. Csak óvatosan, nehogy felboruljunk. Nagyon-nagyon félek ettől, hogy most a 10x11-esnél járunk. A tavakat azokat sikerült átmenni rajta. De hogy... Kicsit durva volt szerintem. Tavakon sikerül átmenni, aztán az lesz a végén a baj, hogy fel fogunk borulni. Bár ez szerintem felborulásra is megy ez a dolog. Jaj, remélem ez sikerülni fog úgy, hogy aha, sikerült is. Jól bevált a tervem. Nem gondoltam volna, hogy ilyen. Bár nem akarok előre beszélni. Kicsit hátra tolatunk, mert ez így nem lesz jó. Már amennyire tudunk hátra tolatni. Csak ugye nekem ez a... Nem, ezzel nem lehet tolatni nagyon, úgyhogy maradunk a előrefokozatnál. Mibe akadtunk meg? Semmibe se akadtunk meg. Ez valami bug-szerű dolog lehet. Jaj, de meg kéne néznem, hogy hogyan kéne váltani. Na, végre valami. Jó van. Hát az időt már nagyon elcsesztük, de ettől függetlenül még lehetünk jók.
Na, akkor következő checkpoint. Ott van, jól van, azt szerintem itt oldalba kapjuk, hogy valami olyasmi. Csak ne boruljunk fel. Ne borulj bele a vízbe. Mert kell menni. Jól van, arra kell menni. Jól van, 8/11, úgyhogy nem sokat kell most már haladni. Ez ott a cél, úgy szerintem. Ez valami direkt kicseszés akar lenni, hogy a végén itt elroncsad. Jó, azon a picin átmentünk. Jó, sikerült. És szerintem ott valami kitört az elején. Aha, az valami, ott látjátok. Ott kitört valami, ott a résnél látszik. Na, és megint elsők lettünk, bár nem volt megint csak ellenfelünk. Na, hol az egér? Nem tudom. De ott valami, szerintem valamit ott elvittünk. Na mindegy. Jó van, akkor szerintem én búcsúzom. Na, mi van már? Nem tudom. Valami bebuggol, mert nem látom a nyilat. Aha, most már látom, jó. Akkor... Na. Jól van. Mindjárt visszaírunk a menübe. Elvileg. Vagy nem. Na mindegy. Akkor így. Jó van. Akkor ennyi lett volna ez a játék. Ha gondoljátok, akkor lehet még belőle rész. Szerintem elég érdekes, és ahogy mondtam, szerintem ennek a játéknak nincsen párja, hiszen én még nem nagyon láttam olyan játékot, amihez hasonló ilyen autótörű szimulátor, akármicsoda, úgyhogy ennyi lett volna. Köszönöm a figyelmet, szerintem ezt úgy mondtam, mint a izé. Köszönöm a figyelmet, tudjátok, azt így prezentáció előadás után szokták mondani. Szóval úgy nagyjából ennyit a játékról. Köszönöm a figyelmet. Én Ádám voltam. Sziasztok!